Palencsár Miklós azt mondta, hogy új dolgok vannak a vásárlói attitűdben, a vevői hozzáállásban. Kíváncsiskodás, ezt önöknek is mondom, most már figyeljenek, uraim, mert erre kellene majd reagálni, hogy kíváncsiskodóbbak vagyunk ügyfélként, aztán egy kicsit professzionálisabbak már, nem csak úgy csinálunk, mintha profik lennénk, hanem azok is vagyunk, észszerűbben költekezünk, mondta Palencsár Miklós, nagyobb a kutatási periódus, tehát egy kicsit többet nézzük meg, vagy többet foglalkozunk azzal, hogy megvegyük-e, ne vegyük, meg értékeljük pénzügyileg a dolgot, megéri, nem éri, meg is határozottabbak vagyunk a végén. És ugye Sugár Mihály még arról beszélt, most így próbálom összefoglalni az eddig elhangzottakat, hogy az ügyfél élmény menedzsment az, amire nagyon oda kell figyelni, ami egy kicsit a lifelong learninghez hasonlít, szerintem, hogy soha nem szabad kiengedni az ügyfelet a kezünk közül, és figyelni kell a visszajelzéseit nem csak egyszer, hanem folyamatosan. Mennyire értenek ezzel együtt? Nem sorrendbe kérdezem önöket, de mondjuk a T-Systemsnek elég széles ügyfélköre van, azért kezdem itt. Két mikrofonunk van, ezeket kell majd váltogatva adni. Igen, hát érdeklődéssel hallgattam az előadást, és sok olyan eleme van, amivel egyetértek. Azzal, hogy mérni kell az ügyfél elégedettséget, azzal piszkosul egyetértek, és mérjük is. És pont legutóbbi mérés az olyan ambivalens volt. Tehát egy csomó feladatunk van évről évre mindig az ügyfél elégedettség mérésben. Néha megyünk mélyebbre, néha nem, de mindig találunk olyan területeket, ahol van mit tenni. Azt a fajta tudatosságot, amit itt a prezentációban láthattunk, azt a fajta tudatosságot, vagy ez ilyen mintá mentén én még ezt nem véltem felfedezni, de tanulok. Tehát most tanultam egy csomót is. Jó, de pont én egyébként pont erre vagyok kíváncsi, hogy önök hogy látják, hogy mennyire valós ez a dolog. Mondjuk akkor még itt a piaci szereplőket, az OLX-et kérdezem a Szent Iványi Gábortól, hogy ő hogy látja az ügyfél, vagy a ügyfeleknek, illetve a vevőknek az átalakulását, tudatosulását, professzionalizálódását és a többit, hogy erre mennyire kell odafigyelni. Én abszolút ezt a mintát látom, amit láttunk a Miklós szlájdjain, tehát nekem aha élményem volt, hogy valaki ezt így összeszedte, és tehát majd van 90%-át pontosan ugyanígy látom. A kíváncsiskodás az egy borzasztó erős dolog, ami előjön, és csak az a kérdés, hogy ennek mi az oka. Ugye, mert arról itt nem beszéltünk, hogy azért én úgy gondolom, hogy a kíváncsiskodás az a bizonytalanság miatt van. És már kinek a vevő bizonytalanság? Igen, a félelmek és a bizonytalanság miatt van, és a kíváncsiskodás, én azt érzem, hogy egy ilyen időhúzás, hogy az alatt csak kiderül valami, amire eddig nem gondoltam, aki időt nyer, életet nyer, tehát minthogyha az eladás ő ellene irányulna, vagy az ő vásárlási szándéka. Ez magyar attitűd? Vagy ez... Nem tudom, én az utóbbi 15 évben Magyarországon vagyok benne kereskedelmi környezetben, tehát erre így direktben én nem tudnék választ adni, de én azt érzem, hogy ez nagyon felerősödött. Jó, Wagner Endre. Köszönöm a szót. Milyen a magyar ügyfél? Gyakorlatilag erről szól, vagy erről beszélgetünk most így első körben. Kis kitekintés sem lehet egy picit, mert nem tudom, mennyire tudják, de abból, amit bevételének döntő többsége most már külföldről származik, úgyhogy egy picit összetudom hasonlítani a saját termékeinken keresztül, hogy hogyan viselkednek az ügyfelek. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta időhúzás, amiről itt szó van, vagy kíváncsiskodás, az nem is annyira a magyar ügyfelek sajátossága, hanem inkább a külföldieké, legalábbis amennyire mi látjuk. A nagyobbak, azok sokkal megfontoltabbak. Vannak olyan projektjeink, amit 2-3 év alatt tudunk eljutatni abba a fázisba, hogy akkor most már meg is valósíthatjuk. Magyarországon azért ennél sokkal gyorsabban döntést tudnak hozni a döntéshozók, és hogy mondjam, meggyőződnek arról, hogy igen, ez egy releváns technológia, és örömmel beépítik a rendszereikbe. Már jó, hogyha így a... Globálisan nézzük. Globálisan nézzük. Jó, majd egy kicsit aztán fogjuk lokálisan nézni. Bódi Gábortól úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy mindent véleményeznek, mindenre rálátásuk van elvileg, nem tudom, majd kijavíthat évedek, de akkor ha másnak nem, akkor önöknek nagyon-nagyon empatikusnak kell lenniük velem az ügyféllel, vagy általában az ügyfelekkel szemben, hogy az ő érdeküket kell szem előtt tartaniuk bármilyen projektről legyen is szó, mondjuk a pénzügyi és egyéb törvényességi szempontoktól nem eltekintve, de azok mellé rendelve.
Hát igen, itt ugye túlzás lehet ez a minden, viszont az empátia fontos, mert hogy nekünk, hogyha azt nézzük, hogy ki az ügyfelünk, akkor ügyfelünk mindenki. Ügyfelünk maga a kormányzat, és ügyfelünk maga a szállítók is. Úgyhogy ez egy speciális helyzet, ugye nekünk mindkét irányban empatikusnak kell lennünk, illetve legalábbis meg kell próbálnunk ugye az empátiának az első szintjét elérnünk, hogy meg akarjuk ismerni, hogy miről is van szó. Miután meg akarjuk ismerni, utána meg kell, hogy értsük, és utána hát ugye jön a legérdekesebb helyzet, hogy az alapján pedig cselekedni, dönteni kell. Itt ugye azért vannak konfrontálódó nézetek ugye ebben a rendszerben, de hát azt gondolom, hogy az empátia az egy tényező ebben a rendszerben. És az empátiának ugye, mint fontos tényezőnek ebben a rendszerben, az én fejemben azért itt a megismerési képesség vagy akaratnak a mértéke a fontos, mert sokszor érzékelem azt, hogy az empátia szándéka megvan, aztán mikor elindul ez a folyamat, hogy meg kéne ismerni egymást, akkor ez kicsit félresiklik. Ugye miképpen tud ez félresiklani? Hát vagy úgy, hogy valaki tényleg annyira professzionálisnak hiszi magát, hogy azt gondolja, hogy ő ezt már ismeri, és mégsem ismeri annyira, vagy tényleg ismeri és próbál okosabb lenni, mint az, akit meg kell ismerni, és innentől kezdve ugye a konfrontációk azok megjelennek a rendszerben, mert az empátiának azért egy nagyon fontos tényezője, azt gondolom, a kölcsönösség. Tehát ezeknek a szereplőknek úgy kell együttműködnie, hogy azért mind a ketten valahogy jól kijöjjenek a rendszerből. Hogyha ez nincsen meg a szereplőkben, akkor ugye valószínűleg nehéz lesz eredményt. Önök látják a döntéseiknél, vagy a javaslattevéseiknél, vagy a véleményezéseiknél a végét, tehát azt az embert, aki ott ül az adott gép előtt, tegyük fel a kormányhivatalban, vagy bárhol más az egészségügyi intézményben, vagy akár a magánéletében, és használ valamit, aminek a... Mi szinte csak őt látjuk. Ugye az a helyzet, hogy egy egyszerű helyzetünk van, nem mi döntünk. Tehát ugye az a helyzet, hogy a mi feladatunk... Jó, de hogyha az, akit beadták, hogy javasoljanak valamit, a mi feladatunk az, hogy objektív képet adjunk, méghozzá úgy adjunk objektív képet, hogy minél széles körűbb merítésből próbálják megnézni a szereplőket, akiket ez érinthet. Az természetesen a végfelhasználó, és ugye ezt a mi szemszögükből többféleképpen nevezhetjük, szállítónak, de a legviccesebb, hogyha választópolgárnak, vagy felhasználónak, vagy szolgáltatónak, tehát hasonlóknak nevezgetjük. Azt gondolom, ezeket az aspektusokat egy-egy ilyen típusú döntés előkészítése egy véleményezésnél nekünk figyelembe kell vennünk. És azért mondom, hogy az empátia az itt egy tágabb kör annál, mint amivel mi foglalkozunk, de ebben a megismerés és tényleg az objektív helyzetfelmérésnek a jelentősége az nagyon fontos. Tehát az empátiának bizonyos részeit, azokat magas szinten kell űzniük, nem teljes egészében, de jó, vissza fogunk erre még térni. Kifű az egy kicsit speciálisabb terület, mind az ügyfél élmény, mind az empátia tekintetében. Kezdjük az ügyfelekkel. Igen. Amikor idefelé jöttünk, akkor az empátiáról gondolkodtunk az úton, hogy hát mégis hogyan éljük mi meg. És eszembe jutott egy régi történet, volt egy szereplő, volt egy olyan cég régebben, hogy Ikon. És annak volt egy kereskedője, akit úgy hívtak, hogy Konkoly Tege Szabolcs. Most már nem ezt csinálja, tehát nyugodtan beszéltek, remélem nincs itt. Úgyhogy akkor hát mögötte nyugodtan beszéltem. Egy nagyon jó kereskedő volt. Eljött abba az intézménybe, ahol akkor dolgoztam, és időnként, havonta egyszer megjelent, hozott egy új terméket, hogy ezt szeretné eladni. Soha nem sikerült neki. Viszont mindig kikérdezett, hogy nekünk mi a problémánk, ha már ezt nem akarjuk megvenni. És mindig üzlettel ment el. Tehát nem azt tudta eladni, amit szeretett volna, bár nyilván az volt a feladat, hogy azt eladja, de mindig egy üzlettel ment el, vagy legalábbis hamarosan megkötöttünk egy valamilyen üzletet. És ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy nem a vállalatok empatikusak, vagy nem ott van, hanem a vállalatok által alkalmazott dolgozók. Tehát a vállalatok úgy tudják ezt a fajta végfelhasználói empátiát növelni, hogyha odafigyelnek, hogy milyen dolgozókat alkalmaznak, és ez az a fajta humán menedzsment. Ez az egyik része. A másik része, amit tapasztaltunk, és ez van pozitív és kevésbé pozitív példa is, hogy az elején, amikor még az üzlet előtt állunk, akkor vannak a nagy ígéretek. A megvalósítás során vannak a realitások. És a végén, amikor már a szerződés lejárt, jó elkerülni kudarc nélkül. Tehát, hogy ne összeveszünk, hanem még akkor is utána tudják egy esetleges következő üzlet reményében. Ez nem mindegyik szereplőre jellemző. Tehát ezt kéne leginkább erősíteni, hogy ugye van egy következő akadály, amit szintén majd át kell ugrani, mondjuk együtt. Mondjuk ez egy hosszabb távú stratégiai gondolkodást vetít előre, amiről azért sok szó volt.
Az is felmerült kérdésként, és szerintem ezt a magyar piacot legalábbis amennyire én így ügyfélként, végfelhasználóként, akármilyen vásárlóként, vevőként érzékelem, mennyiben a vevő diktál. Ugye ez is több helyről hallottuk, hogy ez egy új ügyfélélmény van kialakulóban, a vevő diktál. Nem mindig érzem úgy, hogy én diktálnék, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Nem személyre szabottan kérdezem, mennyire diktál mondjuk például a T-Systems-nél, ahol azért eléggé, hogy is mondjam, a vevő az egy nagyon tág fogalom, nem egy embert, hanem egy nagyon masszív tömeget jelent. Igen, nálunk ugye ilyen értelemben vevők csoportjait érdemesebb inkább vizsgálni, de azért nálunk is megjelennek azok a méretű, azok a jelentőségű ügyfelek, akik önmagukban diktálni tudnak. Tehát én azt gondolom, hogy a vevő abszolút diktál. Az, hogy hogyan reagálunk erre, ez nyilván rengeteg mindentől függ, illetve a reakció időnk is alapvetően meghatározza azt, hogy a vevő mit érez ebből. Tehát lehet, hogy értjük mi azt, amit a vevő mond, csak éppen még nem tartunk ott, hogy annak megfelelően tudjuk őt kiszolgálni. De a T-Systems-re visszakanyarodva, azt gondolom, hogy a mi feladatunk az az, hogy, és ez a stratégiánknak egyik legerősebb eleme, hogy vertikális iparági csoportosításban tekintünk az ügyfelekre, és próbáljuk azt a vertikális tudást felhalmozni, amivel valódi partnerévé, transformációs partnerévé tudunk válni, és ez nem fog menni anélkül, hogy meg ne hallgassuk, hogy valamilyen az eddigieknél erősebb empátiát, és amikor visszakérdezünk, akkor erősebb szaktudást ne vigyünk be ezekbe a beszélgetésekbe. Egyébként ők, önök monitorozzák az ügyfeleket folyamatosan, tehát nem csak azt nézik, hogy egy adott pillanatban, vagy az egész eladásvétel során elégedettek-e, hanem hogy hol voltak kisebb kisiklások, hol volt az, amikor rendben, hogy összeállítanak-e, ha úgy tetszik, a végén egy portfóliót az ügyfélről, hogy később egyszerűbb legyen mondjuk vele a további munka? Gondolkodnak így stratégiában? Igen, nálunk viszonylag nagy számú kereskedő dolgozik, akiknek az elsődleges feladata az, hogy a vevőket személyesen kezeljék. Ilyen értelemben az ő fejükben és az ő csapatukban az egy folyamatosan futó program, hogy ezt az elemzést elvégezzék. Természetesen vizsgáljuk a sokaságot is, ügyfélelégedettség szempontból, és ebből abszolút hozunk, vagy vonunk le következtetéseket, vannak akcióink. De azért egy olyan nagyvállalati cégnél, mint amilyen mi vagyunk, ahol csak az ECAN, tehát azt szoktam mondani, hogy olyan 1,5 milliárd forint per ECAN menedzser a bevételünk. Tehát az összes bevételünket elasztjuk az összes ECAN menedzserünkkel, akkor erről beszélünk. Tehát ez 1,5 milliárd forint az már kellően nagy bevétel egy ügyfélből, bocsánat, egy ECAN menedzsernél ahhoz, hogy az ECAN menedzser ott igenis kitegye a szívét, és mindent. Igen, ez már egy egész tekintélyes summa a tekintetben, hogy korpásodik az ember haja, vagy sem, ahogy szokták ugye mondani. Szent Iványi Gábor mondta nemrég, hogy az ügyfél diktál egyértelműen. Mit diktál? Mit diktál most az ügyfél? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem az ügyfél diktáljon is, tehát azért ügyfél. Tehát ha a szállító diktál, akkor ott a piac nem működik. Az jó rendesen. Egyébként, bocsánat, hogy belevágok hogy rögtön a kérdésre, de az jó egyébként, hogyha nagyon pontosan meg tudja mondani, hogy mi kell neki, még akkor is, ha esetleg az nem korrelál, akár teljes egészében, de akár még részleteiben sem a kínálati oldallal? Persze. Hát ő tudja, mit akar. Ha nem tudja, az megint más, föl kell ismerni. Ha úgy diktál, hogy nem tudja, mit akar, vagy úgy diktál, hogy tudja, hogy mit akar. Szerintem, és itt az empátia... Melyik a gyakoribb? Ezt nem mindig lehet elsőre fölismerni, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy... És itt jön be az empátia a képbe. Hogy én fölismerem-e azt, bele tudok-e helyezkedni annyira a ő helyzetébe, illetve az attitűdjét, ből tudok-e következtetéseket levonni, hogy most ő azért diktál, mert nagyon pontosan tudja, hogy mit akar, és akkor diktáljon is, mert ő a vevő, vagy azért diktál, mert fogalma nincs, hogy mit akar, és egy ilyen, ez is elhangzott a Miklós előadásában, hogy egy professzionalista állarcot visel, hogy ha diktál, akkor én biztos azt hiszem, hogy ő tudja, hogy mit akar. Na, onnan lehet a legnagyobb tévútakra menni, ha az ember későn ismeri ezt föl. Szerintem tehát, hogy hogyan és miben diktál, és mi van mögötte, azt fölismerjük, akkor engedjük el. Körülbelül mikor derül ki a tárgyalások, melyik fázisában? Az első 5 percben, a harmadik héten, vagy pedig csak a projekt végén, amikor bukott a dolog, hogy hát a végén csak úgy tűnt, mintha tudná. Biztos ilyen is van. A saját területünkön, ugye nyílt forrású nagyvállalati rendszerek területén, azért az elmúlt 13-14 év azt elég nagy tapasztalatot halmoztatott fel bennünk arra vonatkozóan, hogy azért már az első fázisban érezni, hogy mi a diktálás valódi indítéka, és hogyha nem jó irányba megy a dolog, és nagyon nem passzol a vevő és az eladó ilyen szempontból, akkor
esetleg. Tehát akkor, amit mondott, az, hogy az ügyfél diktál, ez egész pontosan úgy hangzik, hogy az ügyfél diktál egészen addig, amíg ki nem derül, hogy nem ért hozzá, és akkor önök igyekeznek neki értelmesen tovább diktálni. Parancsoljon ehhez. Igen, csak itt inspirálódok a beszélgetés által, és de nem akarom belét folytani a szót. Tehát az, hogy az ügyfél diktál, az egy fontos dolog, és azt mondjuk is így kinyugodtan, de azért minden vállalat számára a saját vállalatának sikere az elsődleges fontosság. Ha az én vállalatom nem sikeres, akkor holnap az ügyfél nekem nem diktálhat, és én nem fogom tudni az ügyfelet kiszolgálni. Ezt érdemes figyelembe venni, és szerintem ez a kettősség az, és ebben van a balanszírozás, ami meghatározza. Igen. Balanszírozunk itt a hangokban is, de semmi baj. Melyik fejezemmel látom, vagy értek én a szóból. Szóval ez a kettősségnek a jó menedzsmentje az, amit nagyon el kell találni. Jó, a diktál szóra egyébként a T-Systems-es mikrofon az mindig kimegy egyébként. Ezt beszéltük meg előtte, de valamit ugye ott van egy speciális, ugye arról is szó volt az elején, és az is felvetése volt, a téma felvetésbe beletartozott, hogy egyedi vevői igények, mondjuk ott szolgáltatások, mik azok, amik meghatározóak lehetnek, vagy hogy lehet ezeket az egyedi igényeket kielégíteni, hogy lehet ezekre reagálni gyorsan. Ott én egy dolgot néztem ki, ugye én mindig a laikusnak a szerencsés vagy szerencsétlen megközelítésével kezdek bele a témákra való felkészülés, hogy a Balabitnél ugye van egy ilyen bankbiztonsági rész is, nem tudom ez mennyire erős, ez engem érdekel, ha ennél van izgalmasabb, akkor mondja azt, de hogy itt mondjuk mi egy egyedi igény, és erre milyen gyorsan tudnak, akarnak, lehet reagálni. Először hadd reagáljak még az előző témára. Nálunk az a mondás, hogy megpróbálunk mindig a win-win szituációkra törekedni, azaz a lehető legjobbat kihozni mind a két fél részére, és általában megpróbáljuk megérteni az ügyfelet. Tehát addig nem tágítunk az ügyféltől, már mérnöki szinten sem, amíg meg nem értjük, hogy valójában mi a problémája. Lehet ő diktátor, vagy lehet egészen nyuszi, és csak valami kis igényt fölvetítő. De mindenképpen arra törekszünk, hogy az ügyfél elégedetten tudja használni a termékeinket, és hosszú távon tudunk együtt dolgozni. Első ügyfeleink, akik már 14-15 éve használják a termékeinket, még mindig ügyfeleink, úgyhogy ez viszonylag büszkeséggel tölt el. Tényleg azt lehet mondani, hogy megpróbálunk odafigyelni mindig az ügyfél valós igényeire. A kérdésre a válasz. Agilis módszertannal fejlesztjük a termékeinket, ami egyrészt azt is jelenti, hogy az ügyféligényeket egy az egybe visszacsatornázzuk a fejlesztés felé. Nyilván itt priorizálni kell, és nem lehet minden egyedi igényt egyforma szinten kiszolgálni, hiszen a fejlesztési kapacitásaink azok akkorák, amekkorák. Lehet ezt szűkösnek is, vagy akár tágosnak is értelmezni. Minden esetre megjelennek a roadmap-en azok az elemek, amik az ügyfelektől származó igényekből jönnek, és miután agilisak vagyunk, a lehető leggyorsabban megpróbáljuk kiszolgálni az ügyféligényeket. Tehát akkor nem feltétlenül egyes egyedi igényeket néznek, ha úgy tetszik, hanem inkább tendenciákat ezt. Így van. Nyilván egy-egy ügyfélnek az igénye lehet meghatározó, hogyha éppen beletalált, és a többieknél is azt a visszacsatolást kapjuk, hogy ha az meg lenne, akkor neki is releváns lenne az a feature, vagy az az igény, de igen, megpróbáljuk összefogni az ügyfelek által szolgáltatott információkat, és az alapján egy-egy gócpontra ráfókuszálni. Világos. Amiről még szeretnék beszélni, és ez egy kicsit váltás, hogy a Monty Pythonban mondták something completely different, nem egészen azért így van, de kormányzati informatikai megrendelések, ott több dologról is szeretnék beszélni. Először csak egy kis kitérő bemelegítésképpen, hogy az Infotér konferencián az ön helyettese, Szijjártó úr helyettese mondta azt, hogy ugye a közbeszerzések, az informatikai közbeszerzések, ezek nagyon-nagyon komplexek, mert ugye nem csak informatikai rész, hanem jogi, pénzügyi és egyéb területeket is érintenek. És az ön helyettese azt mondta, igyekszem szó szerint idézni, hogy sok felkészült piaci szereplő van, de mozog a jogszabályi háttér. És erre szeretnék rátérni, mert ugye ez egy elég fontos kritérium annak, hogy működik a piac. Lévén Magyarország amúgy is az állami megrendelésekkel kapcsolatban egy eléggé azokra utalt piac. Szóval, hogy mozog-e még, vagy megállt, és mit érthetett ez alatt a helyettese? Jogszabályi háttér, tehát hogy ez mennyire stabil, kiszámítható? Az, hogy pontosan mit ért, majd mindjárt megkérdezzük, mert ott ül az utolsó sorban, hogy mit értett alatta. De amit... Akkor nem a háta mögött citáltam a... Igen, amit kellett volna értenie.
Jó, ez egy sok mindent elárult egyébként. Ugye azokat a projekteket, amiket mondjuk a kifűvezet, vagy amilyen fejlesztések állami gazgatásban vannak, több mint 90%-a EU-s forrásból vannak finanszírozva. Az EU-s források elköltésére, vagy a beszerzésekre részben a magyar KBT, ami meghatározó, és amit be kell tartani, de sok esetben ennél lényegesen szigorúbb, néha ellentmondásos, amit Brüsszel megkövetel, annak érdekében, hogy ezt ő finanszírozza. Tehát ez az a jogszabályi környezet, egyrészt amit a brüsszeli elvárások, illetve amit a magyar KBT meg előír. Most ebben előre haladni hatékonyan, gyorsan, esetleg olyan piaci szereplőkkel, akik egymással nincsenek baráti viszonyban, ez elég nehézkes. Eléggé merev szabályok alakulnak így ki, és ezek mellett a merev szabályok mellett, ha az akadálypályán végigmegy valaki, akkor milyen sérüléseken keresztül megy a történet végig, hát azt el lehet képzelni. Gondolom erre gondolt, hogy erre kifejezetten figyelni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy az államigazgatási oldal már megszerezte ezeket a tapasztalatokat. Többször tapasztaltuk azt, hogy a piaci oldal kevésbé. Jobban fel kell készülni, nagyon sok az olyan jellegű adminisztratív hiba, ami az időt nyújtja, esetleg lehetetlen helyzeteket hoz elő. Tehát meg kell tanulni a piacon lévő cégeknek nem piaci alapon, ilyen értelemben nem piaci alapon gondolkodni? Mert hogy ez akkor valami ilyesmit jelent, amennyire én értem. Nem is az, hogy nem piaci alapokon, hanem az, hogy valóban olyan kötött, tehát annyira merev ez a rendszer, és ezt próbálom mondani, hogy annyi akadály van benne, amit le kell küzdeni, hogy ezt mindkét félnek kell érteni, mert akkor lehet tehát az ajánlat adónak, meg az ajánlat kérőnek is, mert akkor tudnak egymásra találni. De ez egyébként köti azért az államot is, köti a kormányzatot is, így a van. Beszerzéseinél az egyebeknél, nem Bódi úr? Tehát azért nekik sem... Pont én kapom ezt a kérdést. Természetes, azt gondolom, hogy Tehát nyilván önök javasolják azt, hogy vagy kerüljék meg, vagy esetleg felejtsék el, hogy Morpheus mondta a Mátrixban a szabályokat, vagy nyilván nem ez, de hát, ha fel olyan jól működünk, mint itt a piaci visszacsatolások, akkor nem lehet probléma. Hiszen ugyanúgy, hogy a piac mindenféle ügyféljelzést próbál kezelni, úgy az állam is ugye próbálja ezeket kezelni. Sosem tudom megmondani, hogy melyik megy lassabban. De az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy ez tényleg ez a helyzet, hogy érződnek azok a problémák, amelyek mondjuk a projektek sikerességét veszélyeztetik. Tehát a beszerzési eljárásokban ugye olyan problémák merülnek fel, amelyek mutatják mondjuk egy már meghozott szabályozáshoz kötődő problématérképnek a javítandóságát, akkor azt gondolom, az államnak lépnie is kell. Ez ugye elemi érdeke, hogyha sikeres projekteket akar menedzselni. A másik fele, hogy hát én azt gondolom, hogy pontosan erről beszéltem az előbb itt a megismerés, meg megértés kapcsán, hogy hát ez egy változó rendszer. Azt gondolom, ezt tudni kell mindenki, hogy egy változó rendszerben vagyunk, a közbeszerzési szabályok változhatnak, azt gondolom, a piaci szereplőknek elemi érdekük és felelősségük a saját szemszögükből is, hogy ezt folyamatosan nyomon kövessék. Az egy másik kérdés, hogyha ez egy nehéz terep, de azt gondolom, hogy erre a feladatrendszer is megvannak a segítők. Jó, nyugtasson meg, vagy riasszon el mindenkit, ugye bár ez egy holnapi beszélgetésnek a témája, úgyhogy csak nagyon röviden néhány mondatban, hogy egyrészt EU-s pénzből nagyon sok pénz van a következő évekre Magyarországon is informatikára, vagy informatikai beszerzésekre is, fejlesztésekre is, IT-re egyfelől. Másrészt van most már ugye nemzeti informatikai stratégia. Harmadrészt a miniszterelnök úr is, amennyire én emlékszem, kiemelt ágazatként említette az informatikát a mezőgazdaság és a gépjármű gyártás mellett, tehát úgy tűnik, hogy a prioritásnak a figyelembevétele is megvan. Ez azt vonja maga után, hogy akkor itt most minden ebbe az irányba halad, és nagyon jó lesz nagyon rövid időn belül, vagy azért ez nem ennyire egyszerű? Hát ezt még nem tudom megmondani, hogy ez riasztó, inkább, hogy miniszterelnök úr mondjuk nem ezt ez a riasztó, hanem hogy riasszon el, hogy ez nem így lesz, vagy javar... az elmúlt időszakot, ezt csak azért jelezném, de azt gondolom, hogy az eddigi kormányzati kommunikációk mentén azért viszonylag látszik, hogy ez a tudásalapú gazdasághoz való kötődés, és ugye ebbe az irányba való elmozdulás, ez egyértelmű valamiféle ívet mutat arra, hogy melyik irányba haladunk. A másik fele az, hogy az uniós forrás térkép az viszonylag kirajzolódott. Én mindig úgy szeretek fogalmazni, hogy potenciálisan viszonylag jelentős összeg áll rendelkezés az iparák számára, ha ezt fel tudja használni. Jó, de önök jogszabályokat is véleményeznek, megnéznek, nem mondják azt, és csapnak az asztalra, bár azt mondta Szivig Andrá, hogy most már nem az asztalra csapás időszaka van, de nagy ritkán, hogy azért ezt már mégse, mert hogy ez annyira bonyolult, annyira adminisztratív.
Nem gondolom, hogy az asztalra kéne csapnunk. Egyrészt azért, mert részt veszünk az előkészítésben, utólag rossz lenne az asztalra csapnunk. Másrészt pedig ugye az a helyzet van, hogy nagyon sok szabály köt minket, főleg az uniós forrás felhasználásnál. Most éppen van önöket egy közbeszerzési... Már az NHIT-t nem szó szerint. Hát minket is köt, mert hogy ugye figyelnünk kell azt, hogy azok a keretrendszerek megfelelően működjenek. Tehát nekünk azt is ugyanúgyan objektíven figyelnünk és monitoroznunk kell, hogy az működőképes-e, és hogyha nem, akkor nekünk ugyanúgy jelzést kell tennünk arra vonatkozóan, hogy hozzá kell változtatni, de ugye azt látni kell, hogy amíg ebben az uniós nemzetközi rendben működünk, addig az uniós szabályok azért nagyon sokszor változtatásra késztetnek minket is. Ugye éppen most a közbeszerzésekre vonatkozóan új uniós irányelvek, iránymutatások jelennek meg, úgyhogy nyugodtan megnyugtathatom, vagy elriaszthatom a piacot, hogy folyamatosan ezt továbbra is figyelni kell, mert hogy megint majd fog változni. Ez egy kérdés, hogy mikor, milyen ütemben a magyar állam miképpen implementálja ezeket a szabályokat, de hát látni kell, hogy egyrészt ugye óriási lehetőség ezekhez az uniós forrásokhoz való hozzáférés, másrészt pedig én sokszor elmondtam, óriási felelősség is ezeket megvalósítani, mert jó lenne, hogyha meg is valósulnának. Jó, akkor nem sikerült kihúznom önből egy ígéretet, amit jövőre számon kérhetünk, hogy sokkal egyszerűbb lesz, de nem baj, ehhez még akkor Szijjártó úr. A felkészülteknek sokkal egyszerűbb lesz. De nekik mindig egyszerű. Ez így van. Szijjártó úr? Hát, közben beugrott, hogy mire gondolhatott a helyettesen. Ez egy végig kis... Most lassan ott tartunk, hogy nagyon kellemetlen helyzetbe fogom hozni a helyettes, és oda megyek hozzá, és megkérdezem, de ha csak nem mondja most el, hogy mire gondolt. Igazából az, hogy erre terelődött, tehát az, hogy mit tudunk hozzátenni, hogy ez a merev rendszer ez javuljon, vagy ennek a hatásfoka javuljon. És pont az infotéren volt erről szó, hogy látunk néhány olyan pontot, hogy alapvetően a KBT az árubeszerzéssel lett kitalálva. És alapvetően az informatikai beszerzéseknek csak egy része árubeszerzés, a többi a szolgáltatások, az alkalmazásfejlesztésnél alapvetően szolgáltatás beszerzés, de ott is nehezen lehet ráhúzni. És azokat próbáltuk egyeztetni, illetve annál a kerekasztalnál azokat a szakértőket hívtuk meg részben az NFM-ből, részben pedig a NFU-től, tehát aki még a fejlesztési ügynökség volt, akik ezeket a szabályokat alkalmazzák. És arra próbáltuk őket ott rávenni, hogy nézzük át, vizsgáljuk át, és a legjobb gyakorlat szerint azokat az informatikai specialitásokat próbáljuk részben a KBT-be belefogalmazni, részben az eljárásrendekbe, hogy mondjuk például a tárgyalásos eljárást, és itt szóba került az, hogy az ügyfél tudja, vagy nem tudja, hogy mit akar, hogy ez egy default legyen, hogy ne kelljen ezt külön megindokolni. És egy sor ilyen jellegű egyszerűsítést, gyorsítási lehetőséget, egyértelműsítést terveztünk bele, és az ottani NFM képviselő, illetve NFU képviselő ezt el is fogadta, és gyakorlatilag erre ment ki. Ezen dolgozunk, nem egy gyors menet. Na, akkor lássuk, hogy a piac jelenlévő képviselő, az asztalnál helyet foglaló képviselő, hogy mennyire látják az igyekezetet. Rékasi úr, T-Systems vonatkozásában, ráadásul egyébként önöknél az ügyfél diktának több szempontja is van, kormányzati ügyfél is van, ugye? Igen, és kormányzati ügyfél is diktál. Hogy ott hogy diktál, azt nem tudom, hogy most meg akarjuk-e beszélni, de azt viszont igen, hogy a jogszabályi háttér az mennyire mozog, és mennyire az önök javára mozog, vagy a piaci szereplők javára mozog. Mindig minden mozog körülöttünk, és ebből az államigazgatás és a jogszabályi háttér az egy paraméter, és ilyen értelemben az egész szervezetünknek föl kell készülni arra, hogy minden mozogjon. És vannak hatalmas megatrendek, amelyek egyébként a technológiai piacot befolyásolják. A cloud környékén a globális és lokális piacok összecsúsznak, ez például legalább annyira foglalkoztat engem, mint a jogszabályi háttér. Alapvetően mi egy nagy cég vagyunk, viszonylag nagy mértékben, vagy bevételeinkből nagy mértékben részesülnek az EU-s forrásból megvalósított projektek, tehát van egy nagy szervezetünk, akiknek alapvetően az a feladata, hogy ezeket a jogszabályi változtatásokat lekövessék. Én inkább azt mondanám, hogy a gyakorlat, amit az elmúlt mondjuk egy-két évben tapasztalok, az, hogy egy jól markánsan megjelenő akaratot sokkal hatékonyabban tud keresztülvinni a kormányzat ezeknél a pályázatoknál. És azt talán a jogszabályi környezet, tehát most még nem elemezném, de az, ahogy ezzel élünk, és ahogy mondjuk az eljárást vezetjük, abban azt látom, hogy igenis van törekvés az egyszerűsítésre, az egyértelműségre és az ilyen rétes tészta szinten nyúló folyamatok, projektek elkerülésére. Ez annyira empatikus volt, hogy ez elképesztő. Köszönöm szépen, de még azért visszatérünk erre. Nem csak látom, hogy itt minden szereplő próbálja megérteni a másikat, és ez jó, de azért még van két piaci szereplőnk, akkor most először
Hát akkor mindegy, Szentiványi úr, akárki kezdheti. Jó, köszönöm. Én is azt gondolom, hogy van egy ilyen törekvés, már csak azért is, mert van egy külső kényszer, hogy az EU-s pénzből van a beruházások nagyon nagy része, és ezt el kell költeni, mert ha nem költi el az ember, akkor legközelebb nincs. Én úgy gondolom, hogy ez valóban van egyfajta egyszerűsítés, de mindazonáltal megpróbálok most nem túl himsovinista lenni, itt körbenézek a teremben, ugye van egy ilyen könyv, hogy amikor a nő azt mondja, hogy, akkor azt gondolja, hogy, és akkor ezbe elég sokat lehet írni. Vagy amikor a kifű helyettes vezetője azt mondja, hogy, akkor azt gondolja, hogy igen. Tehát a kormányzati informatikában, meg ezekben az eljárásokban is van egy ilyen táncrend, hogy amikor azt mondják, hogy, akkor azt gondolják, hogy. De ezt akkor már értik, ezt a táncrendet. Hát kell érteni. Ez fontosabb, mint a jogszabály, így van. Tehát ha az ember érti a táncrendet, akkor valószínű, hogy tud táncolni jobban. Csak bocsánat, csak azért most, hogy a Woody Allen jutott eszembe a kis felhőkkel, azt hiszem az Annie Hallba, vagy... Jó, mindegy, igen, valóban igen, meg volt ilyen az Ellie McBeal-be. Na, tehát ilyen, ez, erről beszélek, igen. Jó, Balabit, hogy látja ezt a Balabit szempontjából, hogy néz ez ki? Balabit szempontjából. Ugye mi vendorok vagyunk, vagy hát gyártók crime vagyunk. Crime scene, do not cross, ugye, ahogy láttuk. De nem tudom, ez mit jelent pontosan, de... Már azt tudom, hogy mit jelent szó szerint, csak hogy az önök vonatkozásában. Igen, nehéz. Szóval nálunk kevésbé számít számunkra az állami szektornak a jogi háttere, vagy a beszerzésekkel kapcsolatos EU-s és egyéb rendeleteknek a változása, mert mi a partnereinken keresztül értékesítünk, kevésbé vagyunk kitettek erre. Az viszont biztos, és egy erős visszacsatolás, hogy a felkészült partner sikeresebb partner az állami szférában, tehát azok, akik tudják követni a esetleges változásokat, ha az tisztító jellegű is, és gyorsító jellegű is, azok sikeresebbek, én azt gondolom, mindenképpen itt Magyarországon. Jó, jogszabályváltozások, hát azt ki nem is pipáltuk, de legalább egy kicsit átvettük, hogy itt akkor mindenképpen egy együttműködésre van szükség. Egyébként a magyar piacot nézve önök hogy látják, mert azért az informatikai konferenciákon, ahol én konferálok, nekem van egy olyan tapasztalatom is, hogy ugye mindig az együttműködésre törekednek a résztvevők, ez világos, azért a piac legjelentősebb résztvevői, szereplői ott vannak, hogy van Magyarországon akkora IT piac, hogy lehet durván vagy nem empatikusan rivalizálni, Rékasi úr? Hát, hogy lehet-e vagy nem lehet, azt nem tudom, az biztos, hogy van ilyen. Tehát az, hogy ez mennyire sikeres. Van ilyen, de hogy van-e akkora piac, amiért ez megéri, vagy mondjuk nem... Én ismerek olyan embereket, akik konfrontációból csinálnak üzletet, és ezt évek óta vagy évtizedek óta művelik, és sikeresek. Nyilván ennek is megvan a maga művészete. És ugye mi rengeteg vállalatot integráltunk a T-Systems Magyarországba, és azért ott a vállalatok közül az egyiknek a markáns tulajdonosi köreje, ők mindig hangoztatták azt, hogy konfrontáció nélkül nincsen nyereség. Az nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem voltak empatikusak, sőt lehet, hogy sokkal empatikusabbak voltak, mert a konfrontációra felkészülve jól tudták elemezni a másik félnek a potenciális lépéseit. Én azt gondolom, hogy önmagában csak empátiával, vagy önmagában csak konfrontációval nehéz, ezt jól kell tudni taktikailag és stratégiailag is alkalmazni. Szent Iványi úr, ön szerint a konfrontáció, a durvább konfrontáció az elfér a magyar piacon? Van annak helye? Hát ez jó kérdés, mert amikor mi ezt a szakmát... Mindenki, bocsánat, csak azért is mondom ezt többek között, mert mindenki a konferenciákon, a kevésbé vagy a relevánsabb konferenciákon is a megértés szükségességéről beszél, de azért ugye látjuk, hogy nem mindig... Ez egy nagyon jó kérdés, amikor én ezt a szakmát úgy körülbelül, mármint ezt a részét, ezt a nyílt forráskódú vállalati szoftvereket elkezdtem, olyan nagyon sok évvel ezelőtt, az elején csak konfrontálódtunk mindenkivel, tehát mi voltunk azok, akik sajtóhíreket jelentettünk meg sajtótájékoztatót tartottunk, meg petíciószerűségeket nyújtottunk át, és ugye valaki azt mondta, hogy aki ezt 20-30 évesen nem csinálja, az hülye, de aki 40 után csinálja, az is, tehát hogy lehet, aki hogy... Ki kellett ebből jönniük, értem. Ki, de a piac is fejlődött, és megtaláltuk a helyünket, és most már nem a konfrontáció az visszakerült a nagyon kicsi és nagyon... Tehát nagyon ritkán alkalmazott technikák körébe, és háttérbe szorult, és inkább az empátia jött előtérbe. Bódi úr, az önök munkája során közben mennyire látják az egymásnak feszülő indulatokat, akaratokat, mennyire kell mondjuk ilyen típusú mediatív szerepet is betölteniük mondjuk a véleményezésnél?
javaslattétel. Hát nem hagyhatom ki, hogy én kaptam olyan petíciót Hajdanán, aminek nem örültem annyira, de abból is tanultunk, és azóta úgy kommunikál a kormányzat, hogy ne legyen szükség ilyen petíciókra. Tehát mindenki miről szólt ez a petíció? Most már ne hagyjuk itt a tudatlanságban a résztvevőket, vagy a nézőket. Hát gondolom a szokásosról, hogy legyenek... Legyenek egyenlő feltételek és esélyek, amelyek akkor már megvoltak. Nagyjából ugye az volt a helyzet, hogy még nem volt megfelelő a felkészültség ahhoz, hogy ismerjék, hogy mi történik a kormányzatban, de hát azóta már megtanultátok, azt gondolom, hogy ennek... Hogy mit jelentenek az egyenlő feltételek ebben a kontextusban? Megtanultak olvasni a sorok között, legyen az jogszabály, vagy hasonlók. Az a helyzet, hogy én érzékelem azért ezt a konfrontatív megoldást a piacon, méghozzá egy... A konfrontativitást azt egymással szemben a piacon, igen, vagy pedig az állami szereplők és a piac résztvevői között? Hát azt nem nevezném konfrontációnak, mert szerintem az egyik oldalról se lenne jó kifejezés. A piaci szereplők között mondom, amit nagyon egyszerűen tudok leírni, hogy hogy működik. Vannak olyan projektek, amelyek jól artikulálható technológiai, szakmai körben elkezdődnek. Elkezdik a kialakításuk, jó sok munkát nesztek bele azok a szereplők, akik azt gondolom, hogy elég komoly hozzáadott értéket mutatnak a kormányzat számára is, hogy merre lehetne menni. Tehát ez tényleg egy segítő szándékú, persze piaci logika és üzletszerzés által hajtott folyamat. És egyszer csak ugye ott tartunk, hogy ebből projekt lesz. Mindenki tudja, hogy ki volt az a piaci szereplő, aki ebben nagyon sok munkát belerakott, próbált tényleg egy olyan innovatív dologgal előállni, ami szerintem hasznos lehet mondjuk a kormányzat, de a piac számára is. És hirtelen megjelenik még öt másik csapat, aki azt gondolja, hogy hát ezt nekem készítették elő. Ez azt gondolom, hogy egy tipikus terepe a konfrontációnak, aminek persze a jogszabályi környezete és adottságai megvannak, hiszen így kell, hogy működjön, hogy versenyben kell utána az üzletet elhozni, de azt gondolom, hogy ez egy alapvető konfrontációs felület a piaci szereplők között, ha beszélünk róla, ha nem, mert hogy ez történik, és nem mondom, hogy ez nincsen rendben, és általában, hogyha ebbe senki nem szól bele, akkor a piac maga ezt el is rendezi. Tehát megvan az empatikus együttműködési képesség a piaci szereplők között, hogy ez aztán rendeződjön, szerintem akár maguktól, de ezek a helyzetek sokszor fönnállnak, és szerintem még akár egy T-Systems méretű cégnél is azért ez elég sok fejtörést és problémát tud okozni, tekintve mondjuk azzal, hogyha egy T-Systems mondjuk a saját méreteivel megindul egy projektbe, gondolnak a projektnek a mérete is akkora, hogyha erre valaki oldalról ráúszik, hogy hát ezt nekem készítettétek elő, gyanítom, hogy azért nem teljes az öröm a cég házatája. Volt már ilyen? A héten is, de nyilván alapvetően... És most is éppen ez történik, amíg itt ülünk. Mindig van ilyen, tehát ez teljesen normális, hogy verseny van, és versenyben konfrontáció van. A konfrontáció stílusa az, ami nem mindegy, én azt gondolom, és hogy valójában, hogy utána ezt le lehet rendezni értelmesen, vagy nem lehet lerendezni értelmesen. Úgyhogy arra kell törekedni, hogy le lehessen rendezni értelmesen, és nyilván, hogyha a piacon van elég hely mindenki számára, akkor ez könnyebb, hogyha nincs elég hely mindenki számára, mert összesen egy projekt fut át, akkor viszont piszok nehéz. Jó, azt, hogy mire vár, vagy mit várnak és milyen trendeket gondolnak a közeljövőben megvalósulni, azzal szeretném majd kifuttatni a beszélgetést, csak még egy konkrét kérdés, mert ugye hát ha már itt vagyunk a nyilvánosság előtt, akkor az egységes fizetés a közigazgatásban projekt, illetve vagy az elektronikus fizetés, illetve az egységes segélyhívó rendszer, hogy ezek kurens projektek, hogy melyik hogy áll, ezekről még hallhatnánk-e néhány rövid tömörán, de csattanóra végződő mondatot? Mind a kettő jól áll. Egy picit bővebben ennél. Ez volt a csattanó, avval kezdtem, és akkor a végén elektronikus fizetés. Talán az utóbbi időszaknak ez volt a részünkről a legnagyobb sikertörténete. Mind számokban, mind hasznosságban egyértelműen ki tudtuk azt a hármas célt mutatni, hogy költséget takarít meg, hatékonyságot növel, és emberi erőforrást tud kiváltani. Jelentősen, nem titok, minden okmányirodában lehet POS terminállal fizetni,
ez körülbelül a sárga csekhez képest egy olyan éves szinten olyan 100 milliós megtakarítás. Ha azt a munkaidő kiesést nézzük, amit egy befizető, aki valamilyen államigazgatási ügyet intézi, és mondjuk el kell menni a sárga csekkel a postára, befizeti, ott sorba áll, majd visszamegy az okmányirodába, és leadja a sárga csekket, és ezt egy nagyon alacsony bérrel próbáljuk számolni, akkor éves szinten ez az 1,2 milliós tranzakciószám, ez körülbelül olyan 500 milliós megtakarítást jelent. Nem beszélve arról, hogy az elektronikus fizetés által könnyebb a befolyt összegeknek a rendezése számvitelben, ami körülbelül éves szinten ezeknél az intézményeknél egy olyan 20-30 főnyi élő munkaerőt takarít meg. Tehát ezek a számok, és ez csak az okmányirodában működő POS terminálok hozták. Azóta még két fizetési mód elindult. Tavalyi év első felében a virtuális pozós fizetés, részben a KKH-nál, részben pedig a KIM-nél. Mind a kettő sikertörténet, nyilván a KIM-es, ez a cégbírósági megjelentetésnek a díj fizetési lehetősége. A KKH-nál viszont a legkórensebb ez az erkölcsi bizonyítványt, amikor hétvégén lehet akár a folyamatot tovább lökni. Felfutóba van, és biztos látszik az, hogy az államigazgatási ügyeknek az intézés, hogy befejeződjön és ne akadjon itt meg a fizetésnél, ez egy hasznos. Az utolsó, az a házi bankos fizetés, ez az utalásos. Itt a KKV szektornak lehetne ez egy kifejezetten hatékonyságot növelő és költséget csökkentő tétele. Ez a NAV-val sikerült befizetni, nyilván a NAV a legnagyobb beszedője ezeknek a adó és járulékpénz. Ezeknek kell idő hozzá, tehát minden informatikai alkalmazásnál ugye kell néhány év, mire ez ugye elterjed. Azért mondom, hogy az elektronikus fizetés nagyon régen indult, és egy nagyon nyögvenyelős projekt volt. Tavaly évben befejeztük, kell még egy-két év, hogy teljes mértékben mutassa az eredményeket, de már azokon, ami már több mint egy éve működik, ez bizonyította. ISL 112. Ugye az ISL 112 élesben indulóban van. Nem azt mondom, hogy az éles indulással kapcsolatban nincsenek gondok, de az a rendszer azokat az elvárt eredményeket úgy gondolom, hogy fogja hozni, de nem most, tehát nem most azonnal, idő kell itt is a kifutásra. Nagyon nagy rendszer, nagyon nagy változás, és utána van még egy követő megoldás, hogy amikor a mentők, tehát az egészségügy is ennek a használatára tér át, az még egy következő lépés lesz. Úgyhogy erről most azt nyilatkozni, hogy ez egy sikertörténet, azt most még nem lehet. Még benne vagyunk a projektben, tehát pont az éles indítás, aki minden szereplőit tudja, hogy ugye ez a legnehezebb. Ugye senki nem fogja mondani a telefonban, amikor hívjuk a segélyhívót, amikor már működik a rendszer, hogy egy-két év egy ilyen rendszernek a felállása, kérjük türelmét. Nem, hanem ilyen, tehát ilyen szempontból biztosan. Így van. Itt azok az ígéretek, amik elhangzottak, és amilyen indikátort hozni kell, hogy mekkora, hány percben mérhető átlagosan az idő megtakarítás, hogy hamarabb ér ki a mentő, a tűzoltó, vagy a rendőr az adott helyszínre, vagy egyszerre érnek ki, ugyan megtalálják azt a helyszínt, és nem másik utcába mennek. Tehát ezek azok, amikkel mérni kell, és ezek azok az eredmények, amik mutatják, hogy a sok energia meg a mondjuk kevés bosszantó esemény megéri a végén. Jó. Mire számítanak a magyar IT piacon? Miben bíznak a leginkább, és mitől tartanak a legjobban? Azért utalok vissza erre, keretbe foglalván a beszélgetésünket, mert azzal kezdtem a konferencián, hogy a PricewaterhouseCoopersnek volt egy felmérés, amit a HVG-ben olvastam el, és most ott, hogy a világvezetői mit várnak, azt említettem, vagy cégvezetői miben bíznak, vagy miben nem bíznak. A magyar cégvezetőkről azt olvastam, hogy, illetve a magyar vállalati szektor résztvevőiről, hogy ők attól tartanak a leginkább, hogy a jogszabályi környezet, az adózás, a kormányzati jogszabályalkotási folyamatnak a nem teljes kiszámíthatósága, vagy inkább kiszámíthatatlansága, a jogi környezet kiszámíthatatlansága, ez negatív irányba befolyásolhatja az üzletüket, az viszont mindenképpen pozitív irányba, hogy a piac, a világpiac az nagyon felfelé húzza a magyar piacot is. Majd Szent Iványi úr, ön hogy látja, vagy mitől tart a leginkább, és miben bízik a legjobban? Hát
Én őszintén szóval a jogszabályi környezet változásától nem tartok azért, mert ez ránk semmilyen ráhatásunk nincs. Mindig alkalmazkodni fogunk ahhoz a környezethez, ami éppen van, vagy lesz. Akár az utolsó pillanatban változik, akár előre lehet tudni. Én úgy gondolom, hogy olyan dolgokkal nehéz számolni, amik ismeretlenek. Természetesen be lehet biztosítani az emberek magát. Az üzlet az kockázat. Ha valaki bebiztosítja magát, akkor az üzlet, de bizonyos szóval ellentétes az üzlettel, kockázatot viselni kell, ha valaki üzlettel foglalkozik. Itt van egy olyan kockázat is, ami itt a jogszabályra vonatkozik, ezzel együtt kell élni, és nem kell vele foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy nem ez a, ha valaki csak ez vezérel, akkor nem. Jó, tehát akkor ettől nem tart valamitől, vagy csak bízik? Hát én örök bizakodó vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az, amiben mi mozgunk, meg amikkel mi foglalkozunk, egyre nagyobb fogadókészség van rá, és egyre jobban átkarolják ezeket a technológiákat és szolgáltatásokat. Én abszolút pozitív elmozdulást és sikereket látok. Persze, aki kormányzattal foglalkozik, az most mindig vár egy kicsit, ugye ilyenkor ezekben az időkben, és vesz egy nagy levegőt, és vár, de hát én nagyon pozitívan tekintek a közel és távolabbi jövőbe is. Jó. Wagner úr. Köszönöm a szót. Mi kevésbé rettegünk bármitől is, inkább bizakodunk, és inkább a kihívások elé nézünk. Úgy mondjam, nagy kihívás lesz szerintem a következő pár évben az IT felé a technológiák változása. Ugye itt megjelent a cloud computing, bejött a másik nagy varázsszó, a big data, mint értelmezés, és biztonsági oldalról azok a technológiák, amik az elmúlt évtizedekben biztonságot nyújtottak az informatikában, azoknak is le kell követniük ezeket a technológiai változásokat, hogy az ügyfél igényeknek megfelelően lépést tudjanak tartani a világon. Az egyébként, ha már ott a tyúktojás hasonlattal élhetek, akkor mondjuk például azt, hogy a felhőbe megy mindenki, most már a kormányzat is a felhőbe megy, márciustól erről majd Vályi Nagy Vilmos holnaptól, vagy holnap megkérdezzük. Ez például mennyire az ügyfélnek a döntése, vagy a diktátuma? Hát én azt gondolom... Vagy pedig a technológiai fejlődés által kikényszerített ügyfél élmény. Inkább úgy gondolom, hogy ez egy technológiai lehetőség, amit az ügyfél mondjuk úgy, hogy örömmel választ. Nyilván a szolgáltatás minősége és a rendelkezésre állás az jóval magasabb tud lenni egy ilyen felhőben, hogyha Woody Allent akarjuk idézni. Szóval én azt gondolom, hogy minden ügyfélnek ez a saját döntése, egyáltalán nem diktátum, viszont az ügyfelek döntő többsége ebbe az irányba vándorol, és a biztonsági technológiáknak meg utánuk kell menni. Akkor nem nagyon tart semmitől, és nem is nagyon hurrá optimista, de azt gondolja, hogy rendben lesz. Én azt gondolom, miután ez egy most kinyíló szegmens a biztonságiparban, számunkra ez egy nagy kihívás, és eléggé bizakodó vagyok abból a szempontból, hogy új technológiákkal adott esetben piaci szegmenseket lehet nyerni. Jó, T-Systems, a farvizen beúszni próbálók elleni technikák fejlesztése mellett még mi az, amiben szeretnének? Ja, én mindig attól tartok, hogy többet kell a költségekkel foglalkozzak, mint az ügyfelekkel, és azt várom egyébként, hogy 2014 során ez még egy ilyen balanszban lesz, de nem kell többet foglalkozzak költségekkel, mint ügyfelekkel, és 2015-ben el tudok kezdeni kicsit többet foglalkozni ügyfelekkel, mint költségekkel. Van olyan, amiben esetleg erről a fórumról üzenne bárkinek, hogy miben lenne érdemes az önök szempontrendszere szerint, vagy szemszögéből empatikusan megközelítve, soha nem lesz vége ennek a mondatnak, valamit esetleg változtatni? Hát változtatni, igazából magunknak szeretek üzenni abban, hogy miben érdemes változtatni, de azt meg házon belül szoktam megtenni, nem házon. Erre utaltam, amikor mondtam azt a képet látva, amikor a saját magát vágta föl az orvos, hogy magammal nem csinálnék interjút, igen? Én azt gondolom, hogy a kormányzati informatika, vagy ez az éves speciális időszak, ugye választások lesznek, és ilyen értelemben ott kiesik pár hónap nekünk, tehát hogyha most ilyen nagyon T-System szemszögből nézem, akkor minél kevesebb hónap essen ki, és akkor a kormányzati gépezet az ne álljon le sokáig, és akkor az nekünk segít. Hát ez sok mindentől fog függeni, most ebből a szempontból még ne jósoljunk. Szijjártó úr, önök nyilván várják azt, hogy a méréseik alapján nagyon sokszor ne menjen a mentő más utcába, mint ahova hívták. Ezen kívül mit várnak még
optimistán, és mi az, amitől tartanak? Én úgy gondolom, két dolgot szeretnék mondani. Én pozitívan nézek a jövő elé. Egyrészt meg ezt kell tenni, másrészt meg ugye 7-13... Hogy mit ért alatta, azt mindenki tudja a táncrendből. 2007 és 2013 közötti az első olyan teljes ciklus az EU-s források felhasználásában, amiben sokat tapasztaltunk. Államigazgatás és piac és mindenki. Ezeket a tapasztalatokat kell hasznosítanunk, és indul egy új meccs, 14-20. Lehet elemezni, összeszedni, hogy miken kell változtatni ezeken, és utána meg kell oldani a feladatokat. A másik része a történetnek, hogy elhangzott itt, hogy most választások jönnek, és akkor most várni kell. Én azt mondom, hogy ne, most kétszeres erővel kellene, mert ezek a források megnyílnak, és addigra kész projekteknek kell lenni. Ezeket a projekteket bizony most kell előkészíteni. Tehát magam és a saját szervezetemnek az az üzenet, hogy most kell gründolni ezeket a projekteket, mert most van a nagy lehetőség megint. És erre bátorítok mindenkit, hogy igen, ezt kell tenni. Tehát nem várni kéne, hanem előre menni. Aki előre gondolt mindenre, az már tudta, hogy lesz némi nemű mosolyszünet itt a döntési mechanizmusokban, de ezeket a döntéseket megpróbálta előrehozni, hogy utána ezt a 1-2 hónapot ezt át tudja vészelni munkával, sok-sok munkával. Empatikus mosolyszünetnek, most már mindent ennek fogunk nevezni. Bódi Gábor a zárszó ebben a körben. Miről? Arról, hogy mit lát idén trendnek, tendenciának, mi az, amit úgy gondolja, hogy változtatni fog a piac, hogy jó az önök szempontjából, pozitív fejlemény, vagy mi az, amitől tart, ha van ilyen? Hát reagálgatva ugye a felvetésekre, egyrészt ugye rövid távon jó lesz ez a kormányzati átalakulás, addig biztos nem változik jogszabály. Tehát ugye erre föl lehet készülni, erre a stabilitásra most 2-3-4 hónapos időtávon. És ez a jelenlegi kormány esetében már ez pozitívum? Nem hiszem, hogy ez a kormány esetében pozitívum, ez a piaci szereplők jelzései alapján tudom visszareagálni, hogy azt gondolom, hogy most biztos nem fog változni, 4 hónap stabilitás szinte garantált. Másik oldalról ugye persze nem elviccelve a helyzetet, egy ilyen változásnál bármekkora mértékű is a változás, ugye megint csak előkerül az a dolog, hogy minden szereplőnek hát jó körül kell nézni, hogy az új struktúra miképpen áll fel, milyen az erőtér, hogy kell ebben megjelenni, hogy kell az üzeneteket eljuttatni, és emellett meg azt gondolom, hogy mindenki számára egy jó lehetőség, hogy tekintettel arra, hogy remélhetőleg ebben az időszakban nem kell végigjárni az összes mondjuk kormányzati ügyfelet, mert hogy éppen nincsenek, azt gondolom, hogy lehetőség van tényleg teljesen szakmai alapokon nyugvó projektekkel előállni. Mert szerintem ez egy fontos időszak egyrészt a választások miatt, másrészt pedig ugye az újonnan induló uniós ciklus miatt, hogy most kellene jól megalapozni néhány olyan projektet, ami a következő években mondjuk vezérelheti ezt a szakmát. És azt gondolom, hogy ez adott is tekintettel mondjuk az elmúlt éveknek a folyamataira, ahol azért azt lehetett látni, hogy nagyon sok olyan típusú K+F forrás került elköltésre a piacon, amelyek még nem váltak termőre. És nagyon remélem, hogy ezek csak azért nem váltak termőre, mert még nem jött el az ideje, és mondjuk mostanában meg ki fog futni az az időszak, amikor ezt a sok elköltött forrás most már tényleg valahogy implementálni lehet, és jó projektet. Kell-e, vagy tud-e sugni a piacnak, hogy mi lesz az, ami, vagy amire nem figyelt kellőképpen oda, és amiben érdemes lesz még projekteket kidolgozni, vagy olyan terület, amit ön már lát, de esetleg a piacon még nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ott sok pénzt lehet jó célra elkölteni. Hát tudnék sugni, de nem hiszem, hogy az ildomos lenne a részemről. Mindemellett azt gondolom, hogy viszont a piac is látja, hogy melyek azok a főbb trendek, ugye felhő van mindig emlegetve, már talán túlzottan sokat is technológia oldalról. Meg van, gondolom, hogy vannak olyan kezdeményezések, amelyek függetlenül mindentől, ami most itt fog történni a következő hónapokban, azért meghatározzák, hogy merre fogunk tovább menni. Azt gondolom, hogy elég csak a magyar kormány és a Dalcsaj Magyar Telekom közötti másfél héttel ezelőtt így van megkötött stratégiai megállapodást alapul venni, ami egyébként léptékében így van. Stratégiai együttműködés és partnerség. Ami léptékében is szerintem akkora típusú megállapodás, amelyre mondjuk érdemes figyelni. A másik, meg ugye szintén ez is elhangzott, ez a big data-s jelenség, amiben azt gondolom, hogy magának a piacnak is lehetnek kezdeményezései, meg egyébként üzenhetek akár a kormányzati szereplőknek is, ha már ő mellettem ilyen, hogy ugye ezzel is érdemes foglalkozni, hiszen ugye a kormányt vagy az állam
voltam az egyik olyan főszereplő, akinek brutális mennyiségű információs adat van a birtokában. Az megítélés kérdés, hogy ki mit gondol arról, hogy ezt eddig miképpen használta fel a kormány, és azt gondolom, hogy ebben is lehet új utakat nyitni. Jó, ezt egy kicsit félve és egyben bizakodva halljuk, hogy az információk, amiket rábízunk az államra, ezekkel is lehet valamit kezdeni. De szolgáltatni, természetesen értem. Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést, önöknek is a figyelmet. 10, azaz 10 perces kávészünetet tartunk az empátia jegyében, és utána visszavárunk mindenkit. Köszönöm szépen.